Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm a stúdióban Tolonics Istvánt, a Népjóléti Bizottság elnökét. Ugye az előző ciklusban is, és a mostaniban is ön a Népjóléti Bizottság elnöke. Kik vállaltak még munkát a testületből ebben a bizottságban? Én is sok szeretettel köszöntöm a VKC televízió munkatársait és a televízió nézőket. Hát valóban így van, az előző ciklusban is én voltam ennek a bizottságnak az elnöke. Sok mindenben nem változott, mert a bizottság összetételét tulajdonképpen öt főbe állapítottuk meg előző ciklusban is, most is ez az úgynevezett kisbizottság, ez a pénzügyi és a oktatási bizottság, aki ilyen létszámmal dolgozik. A bizottság felépítése úgy néz ki, hogy három képviselő van benne, Máté István, Balog Csaba és jó magam, és van két külsős tagunk, a Kárász Máté és a Garami Margó. Ők a külső segítőink, ők úgymond a szakemberek. Rájuk miért esett a választás? Az előző ciklusban is ők voltak a külsős tagok. A Kárász Máté ugye évtizedekig az önkormányzatnál dolgozott, és lehet mondani, hogy a várost is úgy ismeri, mint a tenyerét, illetve az embereket is. A munkája is ehhez kötötte, tehát ő nagyon nagy segítség a bizottságban. Margó pedig ugye alapítója az egészségklubnak, ami szorosan tartozik ehhez a bizottsághoz, ugye, mert az egészségügyi és szociális bizottság is lehetne ilyen nevet adni neki. És hát Margóval már nagyon régi a munkakapcsolatunk, mert én a Budaklászi Baráti Körnek vagyok az elnöke, és amikor az egészségklub indult, akkor a baráti kör, akkor még jobban álltunk anyagilag, az egészségklubot megsegítette egy anyagi összeg, egy bizonyos összeggel, és akkor azóta nem a pénz miatt, csak egyszerűen nagyon jó a kapcsolatunk, és jól tudunk együtt dolgozni. Ugye minden, illetve nem minden évben, de már hosszú évekre visszanyúlik, hogy az önkormányzat élelmiszercsomagokkal támogatja az időseket. Két éve ezt a faluházban vehetik át személyesen az idősek. Milyen visszajelzések vannak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban? Nagyon jó a visszajelzés, épp tegnap jártam ott, akkor már lement a nagy vihar, mert ugye időbe mennek az idősebb emberek. Én olyan déltájban voltam ott, akkor már csak néhányan voltak, de rengetegen lejöttek, és ennek az a nagy előnye, hogy ezzel a közmunkásaink idejét nem veszük el, és marad egyéb munkára is idejük, ugye a falu tisztántartása, illetve a város tisztántartására, stb. Természetesen a megmaradt csomagokat utána mi kihordjuk, mi is segítünk benne, akkor a közmunkás csapat is, aki vagy nem tudta átvenni, vagy egészségügyi okokból, vagy nem olyan mobilis, vagy nem tud úgy cipekedni, annak természetesen eljuttatjuk. És aki nem veszi el, vagy nincs rászorulva, a fölösleges csomagokkal, azokkal mi lesz? Hát nincs fölösleges csomag, mert mondhatom azt, hogy tavaly is mindegy szálig elkelt. Elsősorban a képviselőtársakkal megbeszéljük, hogy ki az, aki még esetleg rászorul, legyen az nagycsaládos, vagy elesettem, azok kapják meg. A téli időszakban a fűtés beköszöntével mi a helyzet a tűzifával? Kérnek-e tűzifa támogatást? Igen, az elmúlt képviselőtestület ülésen ez elhangzott, hogy ugye támogatásra nem vagyunk jogosultak, ugyanakkor elkülönítettünk egy összeget erre a bizonyos tűzifa támogatásra, csak ennek még van egy kis adóvonzata, és a pénzügyi csoportvezető ezt kalkulálja, hogy ne az legyen, hogy egy bizonyos mennyiségű fa kétszer annyiba kerül, mert hogy úgy kiosztjuk, és ennek adóvonzata van. Tehát ezért kérek egy kis türelmet, mert engem is nagyon sokan hívnak emiatt. Én ígértem is több embernek, hogy fogunk juttatni, de hamarosan ez is nyilvbe ütődik. Ilyenkor tél, karácsony közelettével, amikor itt van a szeretet ünnepe, és az ember egy picit magányosabb lesz, elgondolkodik. Fordulnak-e segítségért, vagy mernek-e segítséget kérni az önkormányzattól, akár öntől is az emberek, vagy a rászorulók? Természetesen. Van, aki jelentkezik, de van, aki nagyon rászorulna, és nem mer. Én azt mondom, ez a több, és itt kell nekünk nyitva tartani a szemünket, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, és ezért vagyunk képviselők. Ugyanakkor van úgy, hogy a szomszéd szól, hogy figyeljetek oda. Viszont mondanám, hogy a Budakalászon, én már többször elmondtam, ezért a szociális háló elég erős. Tehát nagyon sok rendezvény van,
idős klubban például szerdán lesz, akkor ugye volt az idősek karácsonya, a sportcsarnokban egy színvonalas rendezvény volt, és ugyanakkor tényleg az odafigyelés az megvan. Úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen problémát nincsen. Említette, hogy az egészségklubbal szoros a kapcsolat, vagy szoros volt a kapcsolat. Az önkormányzat 2014-ben a szűréseket támogatta, és ez nagy sikerrel zajlott. Tervezi-e a Népjóléti Bizottság, hogy jövőre is támogatja ezeket a szűréseket? Természetesen ezt kezdeményezni fogjuk, mivel ez egy bevett szokás, és nem voltak elegen, ugye, mert tudjuk jól a lélekszámot, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez a jövőben is fog folytatódni. Milyen évet zárhat a bizottság 2014-ben? Hogy értékeli a munkát? Szociális támogatási szempontból azt mondom, hogy jól dolgoztunk. Egy probléma viszont van, ezek a bizonyos önkormányzati lakások. Nagyon, ugye közel 200 lakásról van itt szó. Ebben van szociális lakás, meg piaci alapú bérlakás is. És sajnos közel 30 millió forintos kintlevőség van lakbértartozásból. Most természetesen több ilyen ügy volt az asztalunkon, a bizottsági üléseken, és mindig nyitottak vagyunk egy kedvezmény adására. Tehát volt, akinek elengedtük egy bizonyos részét, és engedélyeztünk olyat, hogy részletbe tudja fizetni. Tehát mindenféleképpen az lenne fontos, hogy fizetési hajlandóságot mutasson. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, ugye, férfeleség elveszti a munkahelyét, egy kereset van a családban, esetleg jó néhány gyerek, itt jóval nehezebb, könnyű ezt mondani, de sajnos olyan pici ez a lakbér, főleg a szociális bérlakásoknál, hogy egy nagyon régi restanciánk, hogy talán időben oda kellett volna figyelni, és kicsit jobban az életvezetésére, annak a családnak életvezetésében segítséget adni. Ezt jeleztük a családsegítő irodánál is, és a vezetőnővel beszéltünk is, és sajnos vannak olyan személyiségi jogok, ami túl nem tudnak belépni, úgymond egy család életébe. De ugyanakkor megvannak azok a lehetőségek, hogy elviszik bevásárolni, ugye az a bizonyos segélyösszeg, mert azért ezek jól működnek Budakalászon, azért az nem esetleg a sarki kocsmába kerüljön, hanem valóban az élelmiszerre, illetve a gyerekre fordítódjon. Sajnos a lakásokkal kapcsolatban az van, hogy szeretnénk tőlük szabadulni is, tehát legalább a felét el szeretnénk adni. Most nyilvánvaló, hogy egy szociálisan rászoruló ember ezt nem tudja megvenni, de azok, mert vannak olyan piaci alapú lakások is, ahol ugye úgymond magasabb a lakbér, de ott is komoly elmaradások vannak, és most egy fél éve van egy új kollégánk, a Pály Józsi, aki ezt nagyon komolyan veszi, és nagyon következetes ebbe. Természetesen ő, neki van egy racionális véleménye, és a bizottságnak meg van egy úgymond lelki oldala, aki egy kicsit ugye ember oldaláról nézi, és hogy rendben van, hogy most ugye lát egy papíron egy tartozást, de ugyanakkor mi meglátjuk esetleg a családi hátteret mögötte. És ez, hogyha mi jól együtt dolgozunk, akkor ebből ki tudunk hozni egy segítséget. Mik a tervek a jövőre nézve, 2015-re? Hát igen, ugye most egy új ciklus kezdődött. Én azt mondom, hogy az előző 4 évet is a munka jellemezte, nem a egyéb veszekedések a testületben, meg különféle személyeskedések, és én nagyon remélem, sőt azon leszünk, mert azt mondom, hogy ez a kemény mag megmaradt, hála Istennek, hála a választóknak a segítsége, és azt mondom, hogy ugyanezt a lendületes munkát szeretnénk folytatni. Kicsit többet szeretnénk vállalni, és nagyon sokat vitatkozunk idézőjelbe polgármester úrral, mert ő túl sokat vállal magára. Tehát mindig mondjuk neki szűk körben, hogy igenis, oszd ki a feladatot, ugyanakkor meg is csináljuk, tehát sokszor van, hogy nem mi is hozzáfordulunk, hanem már tudjuk, hogy mi a járandó út. Tehát egy körzetbeli probléma, például nálam ugye a égető gond, ennyi eső után a vízelvezetés, most megint áll a Jókai utcába, a pincékbe a víz. Tehát ezt ugye most jön a költségvetés, ezt egyből be kell tenni, és ez 40 éves probléma, ezt meg kell oldani. Tehát én azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy az a stílus, az a most már 5 év jön, ugye nem 4 év, ami az előző 4 évben volt, ugyanez a munkaakarat és a tenni akarás és a megoldásoknak a választása, nem pedig a szócséplésnek lesz a
mottoja az 5 évnek, és nagyon sok mindent meg fogunk csinálni. Kicsit távolodjunk el a bizottságtól, illetve a bizottsági munkától, és nézzük meg a saját körzetet, hogy ott mi történt 2014-ben, illetve az elmúlt ciklusban, illetve milyen tervek lesznek a jövőre nézve. Ami most ugye folyamatban van, a budai úti járda, ami szintén ilyen 30-40 éves probléma, és ez még választási ígéreteimben benne volt, és ezt sokan nem is hitték el, hogy megvalósul, és valóban a választás napja előtt néhány órával kezdődött el a munka, te el se hitték nekem, hogy ez meg lesz. Persze, amikor mondtam, hogy fogadjunk, akkor fogadni nem mertek ebbe. Úgyhogy hála Istennek most a kétharmada már kész van ennek a járdának, és ha ilyen jó telünk lesz, illetve késő őszünk, most már telünk, akkor ez be is fejeződik, mert ez egy ilyen 850 méteres szakasz, és nagyon aprólékos munkára van szükség, mert túl sok helyen nem tudnak géppel bemenni a járdához, ezért kézi munkával kell bontani, illetve lerakni ezt a bizonyos télburkolatot. És ez ugye egész a Budakalász határáig tart, ez egy nagyon hosszú utca. Ugyanakkor az első lesz, amit említettem az előbb is, ez a vízelvezetés, tehát ebből a bizonyos vasútsor, Jókai utcai övárokból le kell csapolni a vizet, az szabadon a természetes útján tudjon elfolyni a 11-es út felé, illetve az ottani szikkasztó árokba, amit persze szintén ki kell alakítani. Most itt elég konkrét lépések is vannak, csak hát a BKV egy kicsit próbálja ránk tolni ezt, mert ugye azt mondta, ez a hév alatt folyna át ez a vízmennyiség, ahol régen még a tanácsi érában egy szivattyú működött. Most azt a szivattyút ellopták, volt annak egy kezelője, tehát ez egy fölös dolog, mert egy szivattyút, ha telepítünk, az energia, akkor megvan a veszélye, hogy eltűnik, bármi is lehet. Tehát ott az a megoldás, hogy a hév alatti alagútba el kell folyjon a saját útján a víznek, tehát a természet folytán. Ugyanakkor meg a szintén járdagon, nekem a Jókai utcába is, akkor a vasútsoron is, ezek szintén hosszú szakaszok, tehát ezeket a járdákat meg fogjuk csinálni, biztos vagyok benne, fogadhatunk is rá, úgyhogy ezen leszünk, és hála Istennek most egy kisebb ilyen zárszámadás történt, és úgy szűkebb körbe beszélgettünk, úgy ahogy tavaly ez a bizonyos 200 millió jó gazdálkodásból megmaradt. Valószínűleg egy hasonló összegre számíthatunk, hogy most is ezt a község javára tudjuk fordítani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.